Molnár Krisztina, a Csongrád-Csanád megyei katasztrófavédelmi igazgatóság szóvivője televíziónknak elmondta, a karácsonyi időszakban jellemzően megemelkedik a lakástüzek száma. A fűtőtestek nem megfelelő üzemeltetésén túl az otthonokban használt nyílt láng is okozhat bajt, legyen szó akár az adventi koszorún vagy a karácsonyfán elhelyezett gyertyákról. Kérünk mindenkit, hogy amennyiben adventi koszorút vagy díszíti, dekorálja ilyenkor a lakását, akkor ezeket a meggyújtott gyertyákat soha ne hagyják fel, gyerek nélkül, illetve fontos, hogy a adventi koszorú közelében ne legyen gyúlékony anyag. Például ne tegyük közvetlen a függöny közelében ezeket az adventi koszorúkat alá, hogyha tudunk, akkor tegyünk egy fémtálcát. Ezzel például, hogyha eldől egy gyertya az adventi koszorún, vagy meggyullad az adventi koszorún a dekoráció, akkor megelőzhetjük azt, hogy a tűz az átterjedjen a környező tárgyakra. Hozzátette, a karácsonyra vásárolt fenyőfa, főleg ha nem gyökeres egyedről van szó, a fűtött szobában nagyon hamar kiszárad, és pillanatok alatt lángba borulhat, onnan pedig az egész szobára könnyedén átterjed a tűz. Éppen ezért senkinek nem javasolják, hogy gyertyákat gyújtsanak a karácsonyfán. Ha azonban valaki mégis ennek a hagyománynak a híve, akkor mindig fújják el azokat, mielőtt kimennek a helyiségből. Egy másik veszélyforrás lehet a nem megfelelő állapotban lévő elektromos fényfüzérek használata. Ezeknél a fényfüzéreknél a legfontosabb már a beszerzés, csak megbízható forrásból vásároljunk, ne vásároljunk parkolókban, vagy illegális árusító helyekről, még akkor sem, hogyha olcsóbbnak tűnik, tehát csak megbízható forrásból szerezzük be ezeket a fényfüzéreket, illetve ha régebbi égősorunk van, akkor mindenképpen szálljunk egy pár percet arra, hogy mielőtt beüzemeljük őket, nézzük át, ha törött a vezetéke, vagy sérült a vezetéke, akkor ezeket már ne használjunk. Fontos továbbá arra is odafigyelni, hogy a nyílt láng és a használatban lévő izzósorok környezetében kisgyermekeket ne hagyjunk felügyelet nélkül, a játék ugyanis könnyedén veszélyes helyzeteket szülhet.